Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy olyan emberrel találkozunk itt a képernyők előtt, akinek a pályája eleve elrendelés volt. Ez egészen bizonyos, annál is inkább, hiszen már gyermekfővel is belekóstolt abba, amit most már a legmagasabb szinten űz, mindannyiunk örömére, már mint a színházrajongókra gondolok. Vendégem tehát Róvó Tamás, a Megadance Tánc Együttes művészeti vezetője. 10 esztendősek voltatok, erről a beszámolót is láthatták a Paletta Kulturális Magazinunk nézői. Most viszont egy kicsit sokkal, de sokkal mélyebben kell, hogy erről beszéljünk, mert amit mondtam az elején, azt így is gondolom. Én azt hiszem, ismerve édesapádat, hogy már a születésedkor eldőlt a sorsod, hiszen édesapád, hogy a nézők is tudják, Róvó Attila egy egészen kiváló kvalitású táncpedagógus, művészeti vezető, és aki az Eurodance nem ismeri, az nem is foglalkozik tánccal, ahogy tetszik. Valahogy közelítünk ehhez, hogy tényleg ebbe születtél bele? Mindenképpen egyébként elsőként hadd köszönjem meg a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy eljöhettem hozzád beszélgetni. Azt gondolom, hogy amit mondasz, ez megfelel a valóságnak, hiszen én tulajdonképpen úgy keveredtem a tánc vonzás körébe, hogy ugye az édesapám egy panel lakásban az 5. emeleten készült az ő versenyeire, és mindig otthon ugrált. Tulajdonképpen én megfertőzöttem a tánc által. Én magam nem gondoltam azt egyébként, még pici gyerekként, hogy én majd táncos leszek. Csak aztán állandóan az ember ezt látta, mindig szólt otthon a zene, amit az édesanyám egyébként nagyon nehezen viselt, hiszen rengetegszer feljöttek az alsó szomszédok, hogy hát most már jó lenne, hogy egy kicsit kevésbé ugrálna az apukám, mert hogy mozog lent a csillár, meg hasonlók, és a helyzet az, hogy abban az időben mi nem voltunk túlságosan jó módúak, tehát mondhatom azt, hogy viszonylag szerény körülmények között éltünk, amikor én még pici gyerek voltam, és ebből adódott az, hogy az édesapám nem bérelt egy helységet sehol, hanem egy panel lakásban, egy szobában készült a versenyre, ami azért is nagyon érdekes, mert az én édesapám 33 éves korában kezdett versenyezni egyáltalán, és az első világbajnokságára tulajdonképpen úgy jutott ki Tunéziába, hogy aki ment volna a magyar versenyző, aki a versenyek megnyerése után kvalifikálta magát, az lebetegedett, és gyorsan fölhívták telefonon, konkrétan 3 nappal a verseny előtt, hogy hát Attila, akkor te utazol. Az édesapám azt se tudta, hogy hova nyúljon, mit csináljon, és ugye abban az időben vízumot kellett ugye szerezni ehhez, hogy az ember kimehessen. Nem tudom, hogy ma kell-e Tunéziába, vízum, fogalmam sincs. Mindenesetre az én édesapám annyira bátor ember volt már akkor is, hogy vízum nélkül elindult Tunéziába, majd Rómába le is szállították a repülőgépről, és fegyveres emberek kísérték egy helységbe, és mondták, hogy hát innen ő sehova nem mehet, hiszen nincs vízuma, és akkor ott hosszas telefonálgatások után a magyar követség segítségével intéztek neki egy vízumot, és ő így jutott ki erre a világbajnokságra, ahol az első verseny 7. helyen zárt, egyetlen magyar versenyzőként, és azt tudni kell, hogy abban az időben ezeken a világversenyeken több száz induló volt. Tehát és ez egy rang volt egyáltalán eljutni. Így van, és ugye az pedig egy óriási nagy dolog, ma már egy világversenyre Magyarországról is sokkal többen jutnak ki, tehát abban az időben egy ember ment, és ráadásul mondom, a mostani számokhoz képest sokkal-sokkal több induló volt, és az édesapám rögtön az első világbajnokságon 7. helyezettként érkezett haza, majd ezt követően még részt vett több világversenyen, és a legjobb eredmény az a világbajnok 5. helyezett diszkótánc kategóriában, ezt volt, amit elért. Szereted édesapádat, hiszen azért látom, ahogy egymásra néztek, mikor találkoztok, ennek most is tanulja lehettem. Szerettél volna rá hasonlítani? Hát, tehát az volt az indítatás, hogy egy kicsit olyan légy, mint ő kicsiben? Azt hiszem, hogy ez mai napig is így van. Tehát az igazság az, hogy nekem nagyon-nagyon fontos az édesapám az életemben. Nem csak azért, mert egy fantasztikusan okos és egy nagyon intelligens emberről beszélünk. Egyébként a sugárfizikus szakmáját tekintve, tehát semmi köze nincs eredendően a tánchoz, hanem azért is, mert ő felnevelt 4 gyermeket, az édesanyám, amikor beteg volt, akkor ő iszonyatos módon ápolt az én anyukámat, és hát rengeteg-rengeteg olyan pozitív dolgot kaptam az életem során tőle, amit egyébként a mai napig is kapok, amitől számomra az édesapám az tulajdonképpen egy ilyen number van, tehát ő egy ilyen első számú, első személy az életemben, és azt hiszem, hogy most is szeretnék rá egy kicsit hasonlítani, hiszen az a szorgalom és az a kitartás, amit én láttam mindig is tőle, és ez most nem csak a táncra vonatkozik, hanem a saját szakmáján belül is. Például írt tudományos értekezést annak idején még fizikusként a most nem biztos, hogy a National Geographic magazinban, de valami hasonló újságban,
illetve járt nagyon sokat ilyen, ugye abban az időben működött az uránbánya ott Pécs mellett, és járt egy csomószor, méregetett ott, össze-vissza hozta ezeket a műszereket, én meg azzal játszottam otthon, és akkor mikrohullámú sütőnél méregettem, hogy ott milyen erős a sugárzás. Szóval mindenképpen benne van ebben a dologban. Én lehettem volna egyébként autószerelő is, mert felvettek oda is, rendkívül jó műszaki érzékkel rendelkezem, ez egy furcsaság, mert az édesapám egyébként egy villanykörtét is nehezen cserél ki, független attól, hogy tudós ember. És amikor felvettek autószerelőnek, akkor felvételiztem a balettiskolába is, és akkor az édesapám azt mondta, hogy hát fiam, ezt döntsd el, hogy te mit szeretnél. Mikor dőlt el, hogy azt tudtuk, hogy tehetséges vagy, hiszen aki az édesapját szeretné, már pedig te úgy voltál utánozni, ha úgy tetszik, azt tenni, amit ő, ahhoz egyik oldalról kell kitartás, másik oldalról óhatatlan is megtanulja az alapfogásokat, elles bizonyos dolgokat, kiderül, hogy tehetséges. Ha kellően szorgalmas is, akkor már két olyan dolog megvan, ami meghatározza a pályáját. Mikor derült ki ez számodra? Mert nyilván a külső tényezők is ezt befolyásolták. Mikor derült ki magadnak, hogy igen, ez az én utam, ezt fogom csinálni, mert akarom, mert kellően alázatos vagyok, hogy felépítsem önmagam? Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt hiszem, hogy nem is voltam igazán nagyon tehetséges pici gyerekkoromban. Az én öcsém, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy született tehetség, sokkal-sokkal fogékonyabb és érzékenyebb erre a táncműfajra, mint én. Én azt gondolom, hogy én igazából a balettiskolás éveim alatt lettem tudatosabb táncos, és döntöttem úgy, hogy ezt szeretném csinálni. De igazából, hogy nagyon őszinte legyek veled, és ez egy érdekes dolog lesz nyilván sokak számára, én úgy gondolom, hogy 19 éves koromban jutottam el arra a szintre, aminek köszönhetem azt, hogy ma ott tartok, ahol, és hogy majd sikeres táncegyüttes vezető vagyok, és azt gondolom, hogy táncosként is mondhatom magam abszolút módon sikeresnek, hiszen a szakmailag sosem voltak az életemben igazán hullámvölgyek, magánéleti sok volt, de a szakmám az mindig valahogy rendben volt. Szóval, hogy ez úgy történt, hogy én első körben inkább a bulizás részét szerettem ennek a táncos dolognak, főleg az édesapámnál. Ott igazából csak lányok voltak a csapatban, én voltam az egyetlen fiú eleinte, és hát ugye hát nyilván egy fiatal srácnak, ez 10 éves korában ez egy rettenetesen jó dolog, de én akkor ugye a hátsó sorban rohangáztam, a lányok mentek jobbra, én mentem balra, aztán fordítva. És egyszer csak így meguntam ezt, hogy miért mindig hátul vagyok, szóval akartam így előre kerülni az első sorba, és akkor elkezdtem egy picit komolyabban foglalkozni ezzel a dologgal. Hozzáteszem, nagyon sokat veszekedtünk az édesapámmal abban az időben, hiszen az ember a saját gyerekével egészen másként viselkedik, mint a tanítványokkal. Ezzel én magam is így vagyok egyébként. Ma már értem ezt, hogy hogyan van is van, de akkoriban ezt nem értettem. Aztán jöttek a balettiskolás évek, az egy rendkívül jó időszak volt az életemben, fiatal voltam, nagyon-nagyon jó közösségben voltam a balettiskolás évek alatt, akkor Zurich Dóra volt a balettigazgatója egyébként ennek az iskolának. Én egy ilyen központi figura voltam ebben az iskolában, mondhatni az iskola mókamestere, és körülvettek, és rajongtak, és nem tudom, tehát ez egy számomra egy fiatal srác, ez egy rendkívül nagyszerű időszak volt, igen ám. Csak amikor én végeztem 19 éves koromban, azért egy évvel később, mert volt egy térdműtétem 17 évesen, ami azért egy elég komoly trauma volt abban az időben a számomra, ezért meg kellett ismételnem a 4. osztályt, mert a műtét miatt nem tudtam levizsgázni az utolsó évben. És 19 évesen végeztem, és leszerződtem a Győri Nemzeti Színházba, és akkor én azt gondoltam magamról, hogy hát... Kerek a világ? És hogy én vagyok a világ legjobb táncosa, hát van diplomám, elvégeztem egy balettiskolát, hát nekem nem mondjon senki semmit. Hát ugye egy magabiztos fiatal ember voltam, mondhatjuk azt, hogy nagyon öntelt voltam. És az első darabom, amit csináltam a Győri Nemzeti Színházba, ez a My Fair Lady című musical volt, amit... Hála Istennek még volt szerencsém Imre Zoltán koreográfussal együtt csinálni, illetve ő volt a koreográfus, ugye ő a Szegedi Balett alapítója volt, és hát egy nagyszerű, egy iszonyatosan zseniális koreográfus, és egy nagyon nagy koponya volt. És akkor mentek a próbák, és egyszer csak odajött hozzám a színpadon, és azt mondta nekem, hogy hát, ide figyelj, kisfiam, te mit csinálsz itt a színpadon? Azt mondja, el kéne menni megtanulni, táncolni. Hát számomra ez egy döbbenetes információ volt egy olyan embertől, akit én nagyon-nagyon tiszteltem, ráadásul ugye még érettségi tétel is volt az Imre Zoltán, illetve a Szegedi Balett, tehát nyilvánvalóan tudtam, hogy kiről van szó. Hát én ott teljes mértékben összetörtem, és azt mondtam, hogy hát úristen, most mi lesz? És igazából azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor én felmentem a balettterembe a Győri Nemzeti Színházba, és napi 6-7-8 órákat gyakoroltam egyedül. De ezt úgy kell elképzelni, hogy... Te elkezdtél hinni a munkában?
Ez egyik részéről azt hiszem, hogy igen, de a másik része meg inkább az, hogy nagyon akartam bizonyítani. Én be akartam bizonyítani, hogy én igenis jó táncos vagyok, és hogy én nagyon tudok, hogyha akarok. És úgy gyakoroltam 6-7-8 órákat, hogy észre se vettem. Tehát amit az előző nap koreografált az Imre Zoltán, megtanultuk, fölmentem, és addig gyakoroltam, amíg én azt gondoltam róla, hogy tökéletes lesz. És aztán hál' Istennek meg lett az eredménye, mert a premiéren azt mondta az Imre Zoltán, hogy hát igen, azt mondja, erre gondoltam én is. Tehát ő valószínűleg látta azt, hogy van itt egy magabiztos fiatalember, aki vélhetően akkor már azért tehetségesnek voltam mondható, de hogy azért tudta, hogy ennek a fiúnak kell valami fajta útmutatást adni ahhoz, hogy a későbbiek során ne legyen ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát inspirált téged. Emellett azért nagyon jó, ha valakinek az önérzetére ilyen szinten tudnak hatni. Mert ez azt jelenti, hogy az egy olyan ember mondta, akire hallgattál. És ezt gondolom, hogy a mai pillanatig nem bánod, független attól, hogy természetes, hogy ez nagyon sok munkával jár. Abszolút nem. Sőt, én a mai napig is úgy vagyok, én számomra egy picit bántó dolog a mai világban az, hogy nagyon sokan irigyek vagyunk egymásra, és nem vagyunk képesek elismerni a másiknak a tudását, és szeretjük azt, hogyha sokkal könnyebb irigykedni a másiknak a tudásáért, és azt mondani, hogy hát persze, mert ő ez, meg az, meg amaz. Én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos emberek, nem csak ebben a szakmában, a te szakmákban is nyilván vannak nagy elődök, úgymond, akiket igenis tisztelni kell, és akiknek igenis a munkásságát és a tanítását tudni kell hova tenni, és számomra az Imre Zoltán egy ilyen ember volt, mint ahogyan egyébként azt még arra ki akartam tenni, Bakó Gábor, aki az én egyik nagyon jó barátom, és egyébként az legnagyobb mesterem, hiszen a legtöbb időt vele töltöttem együtt a tánctermekben, és tőle tanultam a legtöbbet. Ez is kb. Abban az időben történt, hogy a Gábor eljött és tartott kurzust, és kinyújtott egy kezét, és mondta, hogy figyeljetek, lehet még nyújtani a kezén, és így elkezdett arré menni a pólója a csuklóján, és vagy 5 centit nyúlt a keze, és akkor én ültem vele szemben, és néztem, hogy biztos hátul megfogta, és akkor valahogy így húzta a pólót, de nem, hanem ő lapockából elkezdte nyújtani. Na most ezek a dolgok számomra, hála Istennek, ennek nagyon örülök, hogy ilyen voltam akkoriban, ezek engem iszonyatosan érdekeltek, hogy úristen, ezt hogy lehet, és aztán nekiálltam. Én azt szoktam mondani magamról, hogy én azt hiszem 19 éves korom után kezdtem tudatosan táncolni. Egész addig táncoltam, csináltam a lépéseket, mindent megpróbáltam megtanulni, de az agyam és a gondolkodásmódom az nem feltétlenül a táncra volt ráállva, hanem sok minden más dologra. Mikor jött az a pillanat, amikor úgy döntöttél, mert nyilván ez egy folyamat része. Egyik pillanatra másikra nem megy, hogy jön egy ifjú, és azt mondja, hogy nekem kell egy saját csapat. Ez a kell egy csapat, ugye ez egy örök szlogen, amit imádunk, de azért ez nagyon kemény feladat megtervezni, megszervezni, végigvinni és szintet lépni, mert ez szintlépés felelősséggel jár, alázatra tanít, és egy olyan kihívás, ami egy fiatal ember számára, már pedig te még 20 sem voltál. Igen, ez egy érdekes kettősség, ebben benne van az egyik része az, amiről az elején beszéltünk, az édesapámnak való bizonyítás. A másik része pedig az, hogy én egy fiatal srácként azt gondoltam, hogy miért ne csinálhatnám meg ugyanazt, amit az édesapám Pécs városában. Illetve nyilvánvalóan az első pillanatban, mivel abban az időben nagyon-nagyon kevés volt a fizetés a színházban, ebben volt egyfajta plusz keresetkiegészítés is, de nem elsősorban a pénzről szólt ez a dolog, csak hát ez is benne van, ez tagadhatatlan, aki azt mondja egyébként, hogy a pénz részével nem foglalkozik, azt szerintem nem mond igazat, mert nyilvánvalóan az ember valamiből él, ugye én egy dologból élek, a táncból, a tánc tanításból és abból, hogy én magam táncolok, de az mindenképpen biztos, hogy én már nagyon fiatalon is olyan voltam, és a mai napig is arra törekszem, számomra nagyon-nagyon fontos, nem tudom megmondani az okát, lehet, hogy neveltetésemből adódóan, hogy én szeretnék magam után hagyni valamit a világnak. Tehát én nem szeretnék úgy eltávozni erről a világról, hogy azt mondják, hogy egy 22. nem tudom én Kovács Géza, vagy nem tudom kicsoda voltam, hanem szeretném, hogyha az emberek tudnak, hogy igenis itt volt egy Rovó Tamás, aki ezt és ezt csinálta, megpróbálta alkotni, megpróbálta átadni a tudását a fiataloknak, és szeretném, hogyha 10-15 évvel később is még beszélnének rólam. Tehát nagyon tudatos voltál. Hogy kezdtél el építkezni? Hiszen ahhoz bármilyen kvalitásos táncos valaki, és bármilyen kvalitásos pedagógus lesz majd később, nagyon-nagyon sok minden kell. Tehát az alapoknál elkezdeni táncot tanítani, csapatot gyűjteni magad köré, akik legalább olyanok,
tehát látod bennük a tehetséget, a szorgalmat, a kitartást, az alázatot, amilyen te magad vagy, az nem egyszerű feladat egy tinédzser számára, bármennyire is tudatos. Így van, de ezt nem is lehet látni sajnálatos módon, tehát azért ebben, ha az elmúlt 23 évről beszélgetünk, akkor ebben iszonyatosan sok hullámvölgy van, és van benne nagyon sok kudarc, ami egyrésztről mint tanári kudarc, másrésztről pedig mint koreográfusi és mint vezetői kudarc. Ez egy nagyon nehéz feladat, a mai napig is, tehát én ma 42 éves fejjel is rengetegszer megyek haza úgy az edzések után, hogy nem vagyok elégedett sem önmagammal, sem azzal, amit a csapatom mondjuk produkál, és mindig keresem az okát, illetve megpróbálom megfejteni, hogy vajon mi lehet a rossz, hogy mit csináltam, én rosszul, mit csináltak ők rosszul. Ez, nyilvánvalóan ez egy kettős feladat. Azt szoktam erre mondani, hogy szerintem egy jó csapat nem létezik jó vezető nélkül, viszont ez fordítva, ez is, fordítva igaz. Is igaz. Tehát nem lesz valaki jó koreográfus és jó vezető, hogyha nincsen jó csapata. Viszont ezt nagyon nehéz megoldani. Kaptál-e tanácsot? Kértél-e tanácsot? Nem igazán, nem vagyok. Az a helyzet, hogy főleg fiatal koromban nagyon nem voltam tanácskérő, ezt egyébként a mai nap már bánom, mert emiatt sok nehézséget okoztam saját magamnak az életem során, de még az apukámtól se kértem. Sőt, azt hiszem volt egy időszak, amikor egy ilyen versengés volt, egyfajta versengés volt közöttünk, hogy én nagyon sokat veszekedtem amiatt vele, hogy ő hogyan vezeti a saját csapatát, és én megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, mert én azt gondoltam, hogy én jobban csinálom, de közben erre nincsen igazi recept, mert ahány csapat, annyiféle, ahány vezető, annyiféle, és hát az sem mindegy, hogy kikből áll a csapat. Nekem volt olyan időszakom ebben a városban is, egyébként ebben az elmúlt 10 évben, amikor azt tudom mondani, hogy egy iszonyatosan erős, nagyon ütős csapatom volt, rendkívül tehetséges fiatalokkal, és olyan produkciókat és olyan dolgokat tudtunk létrehozni, hogy azt mondtam, hogy hát ez gyakorlatilag egy professzionális szintnek is megfelel, és voltak olyan évek is, amikor viszont ez kevésbé volt igaz. Tehát nem alakult ki egy olyan erős csapat, és nem volt benne annyira sok tehetség, vagy nem volt benne annyira sok szorgalmas ember, és akkor az ember azt érezte, amit be kell látni, és ezt azt hiszem, hogy önkritikája kell, hogy legyen az embernek, hogy tudtam, hogy hát most nem vagyunk olyan erősek, de ez egy ilyen hullámzó dolog, mert sajnálatos módon a fiatalok jönnek, fiatalok mennek. Miként ennek tükrében, hogy a fiatalok jönnek, mennek és változnak az idők. Tehát ez közhely, de attól még így van. De igen. Változnak a stílusok is. Miként választottál műfajt magadnak a kortárs táncon belül értelemszerűen? Miként választottad azt a stílust, ami akkor jellemző volt? Tehát fontos-e, hogy a műfajon belül valamennyiben otthon legyen a Megadance, illetve az a csoport, aki fellép veled? Hát mert hogy te otthon vagy benne, az addig rendben van. Az az igazság, hogy én megpróbálok egy nagyon sokszínű csapatot mindig létrehozni. Nem tartom jó dolognak, és nem is igazán szeretnék egy stílusú csapat lenni. Én amikor kezdtem 19 éves koromban, abban az időben a hip-hop, mint olyan tánc stílus, egy nagyon menő műfaj volt, és én ezt gyakorlatilag autodidakta módon, a tévéből, videoklipek segítségével és egy akkori jó barátommal a ház előtt este 10 órakor Kis Magnóval a panel előtt gyakoroltuk, és sajátítottuk el a lépéseket. És abban az időben ez egy nagyon menő stílus volt, és én úgy éreztem, és azt gondoltam, hogy én ebben nagyon jó vagyok. És akkor bementem 19 évesen a művődési házba, és azt mondtam, hogy ez is ez vagyok, én itt egy tanfolyamot akarok indítani. És akkor nézett rám az igazgatónő, hát ez 19 éves, hát biztos jön kétszer. Azt mondja, jó, hát tudok adni egy termet, ennyibe kerül, stb. Meghirdettem, kiírtam, hogy Rovó Tamás, akkor még semmi nem volt a nevem alatt, csak ennyi Rovó Tamás, hiszen akkor nem rendelkeztem még semmilyen eredménnyel. És érdekes módon jelentkeztek 20-an ebbe a csapatba, és akkoriban csak hip-hopot oktattam. Tehát semmi más nem volt, csak az egy stílus. Igen, ám csak ugye én közben folyamatosan dolgoztam a színházban, amit hála Istennek a mai napig is teszek, és mindenféle impulzusok értek, mindenféle stílusok megfertőztek, és a többi, és a többi. Ma már hip-hopot oktatok a legkevésbé. Tehát számomra a hip-hop világa az valahogy távoli lett, sokkal fontosabb, és sokkal inkább sajátomnak érzem a színházi világot is. Ezért is a neve a csapatomnak egyébként, meg a Dance Székesfehérvár egy tánc-színház egyesület, mert igen. Én most arra törekszem, illetve az az én fő célom, hogy én szeretnék egész estés tánc-színházi produkciókat létrehozni. Igen, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én azt hiszem, hogy erre van leginkább igény mostanság. Tehát amikor nézzük, nagyon sokan itt most óvatatlanul is egy rossz összehasonlítás következik, sokan féltették Egerházi Attilát attól, hogy a Balett Színháznak itt nem lesz helye szerepe,
és ez ugyanaz vonatkozik a táncszínházra, hogy önmagában plusz táncszínház, egy táncos darab az jó, de táncszínház az minek? Én azt gondolom, hogy a táncszínháznak szerepe van, hiszen, és nem csak abból indulunk ki, amit most a 10 esztendős jubilami műsorban láttunk, hogy rengeteg fiatal tehetség, nagyszerű koreográfiák vannak, hanem kell a táncszínház. Viszont amit mondtál, hogy a hip-hopot elhagytad, utána értelemszerűen jött a megannyi kortárs tánc. Tehát ebbe bele kell egyik oldalról tennie magát, ha úgy tetszik, mindenkinek. Vannak-e olyan műfaji korlátok, amiket láttál, hogy ez független attól, hogy megvagytok, mint ember, de ez nem illeszkedik a csoport tevékenységehez úgy általában? Biztosan van ilyen, illetve én ezt mindig úgy csinálom, hogy én azt gondolom, hogy amihez én nem értek, tehát amiben én azt gondolom, hogy nem vagyok igazán erős, ez például a néptánc. Én a néptáncot az csak az iskolában tanultam 5 éven keresztül, de a mai napig is, hogyha egy operettet csinálunk, mondjuk, és abban a tényleg ekte néptáncot kell táncolni, az nekem küzdelmes. Én nem vagyok jó néptáncban, én ezt abszolút módon bevallom. Nagyon kedves kollégámat kértem meg mindig arra, amikor ilyen darabokat csináltam, hogy segítsen. Szerintem segítséget kérni nem szégyen, sőt, szerintem az egy nagyon fontos dolog. Amit én nagyon, nagyon magaminak érzek, és amit én nagyon hosszú ideje csinálok, ez a musical világ. Én ugye a Győri Nemzeti Színházban effektíve 12 éven keresztül szinte csak musicaleket táncoltam, hiszen ez egy olyan színház volt, ahol a musical volt a fő csapás irány. Közben statisztáltam mindenféle prózai darabokban is, csináltam operettet, operát, mindenféle hasonlót, de igazából a musical világ volt az, ami nekem nagyon fontos volt, és amit én igazán magaminak érzek, és ez a mai napig is így van. Musical bármilyen szinten, bármikor, bárhol, bárkivel. Amikor ide kerültem ebbe a színházba 2009-ben, akkor ugyanazt gondoltam, hogy majd itt ez lesz a továbbiakban is. Igen ám, de amióta ugye a dr. Szikora János vezeti ezt a színházat, és vele együtt érkezett Horváth Csaba, aki most a fizikai színházi tagozatnak a vezetője, akkor egyszer csak bejött az életembe a kortárs vonal, amit én egyébként egészen addig nem nagyon csináltam. Tanultam kortárs technikákat, de nem csináltam kortárs darabokat. És én ezt elmondtam sokszor a Csabának is, hogy gyakorlatilag én rettegtem attól, hogy te atya úristen, hát én nem vagyok kortárs táncos, mit fogok én itt csinálni? Csináltuk az első darabunkat, a pillangót, ami egy fantasztikus előadás volt szerintem, és egy csodálatosan gyönyörű, szép képi világa volt, és elkezdtünk dolgozni a Csabával, és elkezdtünk csinálni mindenféle ilyen kortárs mozdulatokat. Nyilván a tánccal nekem nem volt problémám, illetve magukkal a mozdulatokkal, hiszen a testemből élek, és a testemmel dolgozom. De azért furcsa volt, hogy úristen, ebből mi ezt. Na, akkor el kellett kezdeni énekelni kórusba, akapella, semmiféle hangszeres kísérleti, Jézus Mária, mondom, ebből mi ezt. Aztán egyszer csak azt mondja, Csaba, jó, akkor most hozzunk be 3 ilyen rudat, azt dobjuk be, akkor bekerült 3 ilyen farud, akkor 3 gerebje, és így jöttek a dolgok, és mondom, te Jézus úristen, ebből mi lesz? És a mai napra pedig azt tudom mondani, hogy ezt a vonalat, a Horváth Csaba féle kortárs táncszínházat rendkívül módon szeretem. Igen, és érdekes, Krisztik Csaba ugyanezt mondja. Csak ő a másik oldalról közelítette meg, hiszen színészként indult ugyanezen az úton, és hát azért a különlegességek találkoznak. Egyébként a viszonyod a színházhoz, tehát ugye most már látjuk, számtalan darabban szerepelsz, így van, hogy mennyi az a kortárs dráma és darab, ami még számodra elviselhető, és mennyi kéne a táncból, hogy az tényleg jó legyen, hogy az a kettő teljes egészében kiegészítse egymást? Én azt gondolom, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert hogy most itt ülök veled és benne leszek a tévében, én azt gondolom, hogy nagyon jó most a színház, és szerintem az a vezetőség egy nagyon jó színházat csinál. Nyilván vannak, szerintem mindig vannak elégedetlen emberek, és ezen nem tudunk változtatni. Abban az időben is volt szerintem, amikor mondjuk a kortárs vonal az kevésbé volt erős ebben a színházban. Én megmondom neked őszintén, én elégedett vagyok azzal, amit csinálok, mert rendkívül sok munkám van. Tehát nem csak a színházban, és ami számomra még fontosabb, hogy a vezetőség számít rám, és rám bíznak például szöveges feladatokat, ami nekem azért nagyon fontos dolog, mert én egyébként nagyon szeretem az ilyeneket. Egy külön kihívás számomra, hiszen én nem a beszédből élek, és én nem vagyok tanult színész. Én a színészetet is annyit tanultam, amit az iskolában tanultunk, hát ez ugye nem volt egy jelentős, de mégis nagyon szeretem, most például a itt van 80 nap alatt a föld körül, abban táncolok, énekelek, mikroport van rajtam végig, mondok benne szövegeket, különböző karaktereket kell megjeleníteni. Egy fantasztikus kihívás. Ez megerősítés neked?
Abszolút módon. Hát én számomra, én azt hiszem, szokták is rám sokan mondani, hogy én a kihívások embere vagyok, és én igazából mindig a kihívást szeretem. Tamás, beszéljünk a koreográfiákról, illetve mennyiben határozza meg a koreográfiáidat a rendelkezésedre álló csapat? Tehát ugye van egy dal, egy zene, és van egy kvalitásos koreográfus. Viszont emellett van egy csapat. Ha a kettő nem kézenfogva jár, akkor abból szörnyűségek születnek. Így van. Ilyen veled nem történt meg, de általában azért ez egy kemény feladat. Abszolút, de biztos, hogy történt velem is. Én azt gondolom, hogy ha valaki, akkor csak én nem ha valaki koreográfusnak tartja magát, és egyébként szerintem ilyen szakma nem létezik, meg akkor sem van ilyen szak és tanítják, mert szerintem a koreográfást nem lehet tanítani. A koreográfást el kell kezdeni. Az ember beteszi a zenét, a tánctudásából, a lépésanyagokból egymás után fűz lépéseket, és ebből koreográfia születik. Szerintem nincs olyan koreográfus, aki nem csinált rossz koreográfiát az élete során. Aki azt mondja, hogy ő mindig csak jó koreográfiát csinált, azt szerintem nem mond igazat. És ezt azért merem bátran mondani, mert 23 éve koreográfálok legalább, de inkább 25 egyébként. Szóval, hogy a csapat az mindenképpen nagyon-nagyon fontos, és nagyon meghatározó. És az, amit mondtál, hogy abból szörnyűségek tudnak születni, valóban így van, hiszen nagyon sok esetben, amikor van egy nagyon jó koreográfus mondjuk, aki egy nagyon jó táncos is, de nem veszi azt figyelembe és nem veszi észre, hogy a csapat viszont akiknek a koreográfiát készítés, akiknek betanítja, nincsenek mondjuk azon a szinten, és megpróbálja ráerőltetni erre a csapatra az ő nagyszerű tudását, az általában nem szokott működni. A legnehezebb dolog ebbe, bocsáss meg, igen, a legnehezebb dolog ebbe az egészbe szerintem pont ez, hogy meg kell találni, és egy nekem, mint koreográfusnak az a legnehezebb mindig ebben. Nem a koreográfia elkészítése és a lépések összerakása a nehéz ma már, hanem az, hogy a velem szembe álló csapat, ahol például most, hogyha a 10 éves gáláról beszéltünk, ha megnézted, volt 7 évestől 20 évesig, igen, a színpadon egyszerre. Tehát ezt viszont összehozni és kitalálni, hogy ez ne legyen úgymond unalmas, és ne legyen rossz tulajdonképpen, tehát ne úgy nézzék a nézők, hogy jó, hát az, most az ott mit csinál, na ez a nehéz feladat. Igen, hát egy gálán egyébként is az emberfi azt mondja, hogy ez gála, pedig ez ugyanolyan táncszínházi előadás, mint a többi. Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy én láttam, hogy ott vannak a töpörtjük, igen, kicsi lányok, kicsi fiúk, dundik, kevésbé dundik, igen, atlétikus termetőek, a lányoknál ugyanez, a nagyocskáknál, a tinédzsereknél nem különben. Így van. Hogyan tud velük megfelelően dolgozni? Mi a megfelelő, azt mondom, hogy koreográfia az ilyen különleges és teljesen más csoportnak? Hát ugye nálunk egy faramúci helyzet van, abból adódóan, nekem ugye egyetlen egy szabad napom van a héten, ez a hétfő. De az sem mindig az egyébként, de hivatalosan mondjuk azt, hogy a hétfői napom a szabad. Ezért én egyetlen egy napon tudok órát tartani, ez a hétfő. Semmikor máskor, mert a színház az egy olyan hely, ezt nyilván te már pontosan jól tudod, hiszen rengeteg színházi kollégámmal is beszélgetsz, meg hát te már nagyon régóta kísérlet figyelemmel ezeket a dolgokat. Szóval, hogy nálunk az a helyzet, és azért vannak együtt a gyerekek, a picik és a nagyok, ami egyébként valóban nem jó, és hogyha pedagógiai szempontból kérdezed, vagy bárki azt mondja, hogy ez így rendben van, én is tudom, hogy ez így igazából nincs rendben. De én két dolgot tudtam tenni mindig is, vagy azt mondom a piciknek, mert nem jelentkeztek elegen, tehát nincsen meg mondjuk a minimális 10 fő, úgyhogy ahhoz, hogy külön csapat legyen, akkor vagy azt mondom nekik, hogy hát sajnálatos módon nem tudtok jönni táncolni, vagy az, amit én támogatok, és amit én mindig is előtérbe helyeztem, hogy azt mondtam a szülőnek is, meg a gyerek, én egyetlen egy dolgot tudok neked felajánlani, itt van ez a csapatom, ha van kedved ide járni, és nem zavar téged, hogy idősebbekkel táncolsz, akkor gyere. Még soha nem ment el senki. Tehát a picik, igenis, az viszont egy igazság, és ezt tapasztalatból mondom, hogy a piciket igenis nagyon húzzák az idősebbek, és igenis nagyon fontos egy picike számára, aki 8-9 éves, hogy látott egy 16-17 éves srácot vagy egy lányt, aki fantasztikusan táncol, főleg ő hozzá képest, és ez igenis nagyon-nagyon húz, és a picik képesek iszonyatos gyors fejlődésre. Lásd, a saját példád is ilyen, ott volt édesapád, ott volt a Gyóri Balett sztárjai, akitől lehetett tanulni, persze, akire szerettél volna hasonlítani. Viszont a siker önmagában nem csak a tapsban mérhető. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan megmérettetések, amelyek alapvetés, hogy ott legyen a csapatod. Elégedett vagy az elért eredményekkel? Ez motiválja a gyerekeket? Miként látod? Igen, én megmondom neked őszintén, én nagyon sokáig versenyeztem én magam is, és versenyeztettem a csapatomat 9 éven keresztül, még a győri időszakban, és aztán ezzel felhagytam. Megmondom neked őszintén, ennek egyetlen egy oka van, az, hogy én rendkívüli módon erős igazságérzettel rendelkező ember vagyok, és nagyon nehezen viseltem már a kudarcokat, és amikor az általam
nagyon jó táncosnak tartott tanítványaim úgymond nem értek el olyan sikereket, amilyeneket kellett volna az én véleményem szerint, és ennek mindenféle különböző háttér okai vannak, ezt ugye versenyzésről szerintem nem is nagyon kell ecsetelni, hogy mire gondolok én itt konkrétan, akkor én azt mondtam, hogy nekem ehhez nincs igazán idegrendszerem, és én ezt nem akarom tovább csinálni. És akkor, amikor eljöttem ide Fehérvárra, akkor abszolút nem foglalkoztunk ilyenekkel, és nem is voltak versenyek az életünkben. A legnagyobb dolog, amit csináltunk ebben a városban akkoriban, hogy a diáknapokon mondjuk elindultak a tanítványaim, amit meg is nyertek egyébként. Nyilvánvalóan ez óriási öröm volt számomra. De versenyekre különösebben nem jártunk. Igen, ám csak ugye vannak bizonyos emberek, akik már 9, 8, 7, 10 éve hozzám járnak, és egy kicsit kevésnek érezték azt most már, hogy hétfőnként bejárnak, táncolnak, koreográfiát, és kellett nekik új kihívás. És pont most egy év állt össze egy versenycsapat, és kezdett el újra versenyezni, úgymond a Megadance, és egy versenyen jártunk eddig egyébként, amit rögtön aranyminősítésre váltottak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen első helynek megfelelő, hogy mindenképpen fontos. Én megmondom őszintén, én nagyon elégedett vagyok az eredmények azért, mert számomra nem az a fontos, hogy hány verseny első helyünk van, és hány serleg van otthon a polcomon, vagy a gyerekeknek hány éremló van nyakába. Számomra ennél sokkal fontosabb az például, hogy ennek a városnak a kulturális életében részt vegyünk, és részt tudjunk venni, illetve ami még inkább fontosabb, amikor egy ilyen gálát csinálok például, mint amit most csináltunk szombaton, és rendkívül nehéz volt és iszonyatos idegtépő feladat egy ilyet összerakni, gyakorlatilag egy nap alatt, mert ugye mi aznap egy próbával raktuk össze ezt az egészet, és a végén boldog és mosolygós arcokat látok, és azt mondják a szülők is utána, hogy fantasztikus volt, és hogy az ő gyereküknek mindene a tánc. Én azt gondolom, hogy ezért érdemes ezt csinálni. Így van, megerősítem. Ehhez képest egy aranyérem szerintem nem túl sokat így ér. Van. No, hát én azon búcsúzom, ahogy Cserpakovics András polgármester úr is fogalmazott. Egyébként meglepődtél az elismerésen? Igen, nagyon, és megmondom neked őszintén, hogy én Győr városában éltem 12 éven keresztül, és ebből 11 évig szólistája voltam a Győri Nemzeti Színháznak, és ott is tartottam egy 10 éves gálaműsort, ahol én semmit nem kaptam a város részéről, holott meg is voltak hívva a városvezetők. Ezt most nem azért mondom, nem, félre ne értsd, én nem szeretek és nem is szoktam politizálni, nem ilyen szempontból szerintem. Nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagyszerű dolog, hogy a mi városunk polgármestere ilyen szinten támogatja a fiatalokat, és ilyen szinten foglalkozik a városnak a kulturális életével, hiszen a Cserpalkovics András is, és a Mészáros Attila is rendszeresen minden egyes táncos rendezvényen, sporteseményen, és a fiatalokkal történő eseményeken mindig mindenhol ott van. Szerintem ez egy különleges dolog, és megkövezhetnek engem ezért az emberek, főleg azok, akik ugye politikailag mondjuk más nézeteket vallanak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, hogy ebben a városban ezt ilyen keményen támogatják. Megerősíthetem, hiszen kimondhatjuk, hogy Székesfehérvár a kultúra városa is. Nos, hogy befejezzem, amit elkezdtem, tehát a polgármester úr úgy fogalmazott, hogy ő szeretne 10, 20, illetve 30 év múlva is ugyanilyen fiatalokat látni a vezetéseddel természetesen. Nos, hát ezt kívánom én is. És nagyon jó egészséget köszönöm hozzá, és természetesen ott leszünk a Megadance bemutatkozásakor. Téged pedig látunk a színházban eleget. Tamás, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő. Kedves nézőink, Rohó Tamás volt a vendégem, a Megadance tánc együttes művészeti vezetője, koreográfusa. Ha tehetik, akkor látogassanak el a színházban, nézzék a Megadance, megéri. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.